üdvözletünk! A Nintendo Wii U konzolján adódott lehetőségünk kipróbálni a The Fall névre hallgató rendkívül kecsegtető, sötét atmoszférájú, logikai kalandjátékra hajazó indie alkotást. A The Fall nevéhez hűen indít, főhősünkkel egy kísérteties bolygó felszínre zuhanunk, de az intelligens ruhánknak, ARID-nek köszönhetően sérülésekkel ugyan, de életben maradunk. Feladatunk a mesterséges intelligenciával felvértezett szkafander segítése lesz, hogy életben tarthassa utasát és egy biztonságos helyre viesse a későbbi gyógyulás reményében, útközben leküzdve az ismeretlen környezet által eléje és ezáltal elénk állított akadályokat. A komolyabb morális döntések meghozatala mellett fegyverünket is be kell vetni néha a ténykedésünket rossz szemmel néző helyi robotok ellen. Nehéz eldönteni, hogy akció kalandjátékként melyik irányba tendál inkább a The Fall, ugyanis egészen jól egyensúlyoz a műfajok között. Bőven kell kutatnunk, beszélgetnünk és fejtörőket megoldanunk, tipikus kalandjátékos módra próbálgatni a lehetőségeket, ha valamivel nem boldogulnánk, és mikor véletlenül beletalálunk, legtöbbször akkor esik majd le, hogy tényleg mennyire egyértelmű volt a dolog. Ezeket a felfedezős, kutatós, puzzlöző szakaszokat pedig időközönként egy kis fedezékharcos, intelligens, de egy idő után monoton lövöldözéssel színesítik, ami azért nagyon jót tesz a játéknak, arról nem is beszélve, hogy egy mélyebb témát is boncolgat menet közben. A mesterséges intelligencia öntudatra ébredésének története lehet, hogy már lerágott csont, de mégis ügyesen feszegeti a határokat, ahogy a gép elemzi döntéseit, és olykor saját magán megdöbbenve próbál válaszokat találni létének, tetteinek, cselekedeteinek okára, következményeire. Az alkotók indie játékhoz méltón egy különlegesen sötét és hangulatos atmoszférával ruházták fel a The Fall-t, amihez kicsit ugyan szegényes, de elfogadható audioanyagot is rögzítettek. A Wii U tablet kontrollerével való vezérlés csöppet döcögős, az apróka ikonos menüből kiválogatni a használni kívánt tárgyakat kicsit idegesítővé válik egy idő után, de tartsuk szem előtt, hogy egy indie játékról beszélünk, és inkább az értékeit emeljük ki. A The Fall egy trilógiának tervezett epizódokra osztott kalandjáték, melynek első darabja úgy másfél-két órás kikapcsolódással kecsegtet, és bízunk benne, hogy az alkotók ennél csak komolyabb folytatással készülnek a jövőben. Köszönjük a figyelmeteket, sziasztok!